Felavatták a középszlovákiai Klenóc melletti pusztaréti temetőben található magyar katonák felújított sírjait. A Budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Memória Pátron Polgári Társulás közös erővel renoválta a hódos csépányi katonák végső nyughelyét. E közös sírhely az emléküket őrző leszármazottaknak, rokonoknak, történetüket ismerő kiszámú helybérének köszönhetően máig fennmaradt, és őrzi emléküket, példát mutatva az utókornak. Dr. Horváth Csaba ezredes beszédében felidézte a történelmi eseményeket. Elmondta, a 12 trénszekeres katona 1944. decemberében megadta magát a partizánoknak, mivel már nem akartak tovább harcolni. Szagyilenk a partizán parancsnok parancsára december 22-én kivégezték őket temetésükre csak 1945 tavaszán került sor, mivel a föld annyira fagyos volt, hogy a sírt nem lehetett kiásni. A megemlékezésén az elúny katonák leszármazotta és tiszteletüket tették. Édesanyámnak a testvére, az öccse volt Réger József, és ebbe a, a sírva 12 közül ő is itt fekszik. Még én gyerekkoromból emlékszem, hogy édesanyám mindig siratgatta, hogy, hogy itt maradt a második világháborúban, vagy felvidéken lőtték le, de nem tudtak róluk pontosat. Most nagy örömünkre szolgál, hogy, hogy végre méltó síremléket kaptak. A Memória Pátron Polgári Társulás a hadisírok felkutatásával és felújításával, síremlékek állításával és az elhúgy névtelen magyar katonák beazonosításával foglalkozik. A társulás tagjai elkötelezetten végzik munkájukat, hogy méltó sírhelyben nyugodhassanak a magyar katonák jó néhány évvel ezelőtt tudomásunkra jutott, hogy itt a Klenosz fölött, itt ezen a rét vagy szlovakusz Korusinai részben, hogy van 12 magyar katona eltemetve, de viszont akkor még nem tudtuk, hogy ezek a hód konkrétan hogy a hódos sépányi katonák lesznek. 15-ben kerestük először ezt a sírt, de sajnos eredménytelenül. Majd tavaly évben a Gállajos Rimaszombati kollégámnak a vagy barátomnak a segítségével az idén nyáron megtaláltuk a pontos helyet, be tudtuk azonosítani. A... Bréda Tivadorú által vezetett civil szervezettel évek óta nagyon kapcsolatunk van, hát azt mondhatjuk, hogy ők a kinyújtott kezeink itt a felvidéki területeken, igyekszünk őket és komolyan is támogatjuk. Ennek ellensúlyozásaként pedig ők segítenek olyan dolgokat megvalósítani, ami a két a határon átnyúló rendszerben nem mindig olyan könnyű. A sírok felavatásán koszorúzással tisztelget Krenóc polgármester asszonya mondja, az Ózdi motorosgárda, gárda hagyományos huszár egyenruhában a gömöri lovas hagyományőrzők, illetve az ózdi általános iskola diákja is, akik a katonák történetét egy pályázaton keresztül is feldolgozták.